Lassan rájövök, hogy egy új nyelvet kell megtanulnom, és anyám, nagyanyám, dédanyám örökségét magam mögött kell hagynom. Új szótárra lesz szükségem, amiben az erő nem a keménységgel egyenlő, a szeretet nem a görcsös ragaszkodással, az elengedés nem a figyelmen kívül hagyással, az alázat nem a megaláztatással. Gyötrődve megy a tanulás, fokozatosan küzdöm le az irtózatom, a hidegségem, a keménységem. A burok, ami körülvesz, lassan olvad le rólam, és alatt a hártyavékony, burkolatlan idegszálként árván botladozom. Várom, hogy a düh helyét átvegye az együttérzés, hogy megszülessen bennem a hála, hogy magammal vigyem, amire szükségem van, és hátrahagyjam, ami nem az enyém. Esténként, amikor fáradtan és csüggetten, egyedül befekszem az ágyba, egy valami vigasztal. Felidézem a terápiás beszélgetéseket, a csoportban átélt játékaimat, és újraírom az életem. Arra gondolok, ha nem volt jó mintám, nem baj, majd én írok magamnak egyet, egy jót, egy őszintét, egy meleg szívűt, egy igazat. És én leszek az első nő a családban hosszú generációk óta, akinek sikerülni fog.